Így ringázott Magyarország 2020-ban. 2020-ban többen autóztak és gyalogoltak, mint két éve. A közösségi közlekedés aránya csökkent. A kerékpár a felnőttek 16%-ának elsődleges közlekedési eszköze. Bár a legtöbb helyet az autók foglalják el, a felnőttek 60%-a nem így közlekedik a mindennapokban. 56% fenntartható közlekedési módokat használ. Budapesten a felnőttek 6%-a közlekedik elsősorban kerékpárral, a délalföldi régióban 35% ez az arány. Rendkívül sok embernek, a magyar felnőttek 75%-ának elérhető közlekedési eszköz a kerékpár. A biciklik értéke is nőtt az elmúlt két évben. A felnőtt magyarok 71%-a szokott kerékpározni. Budapesten nőtt legjobban a biciklizők aránya. 2020 nyarára 6% ponttal 57%-ra nőtt a fővárosi kerékpározók aránya. A felnőtt budapestiek 4%-a naponta biciklizett, elsősorban kerékpárral a budapesti felnőttek 6%-a jár. A kerékpározás pártatlan. Politikai nézettől függetlenül ugyanannyit kerékpározunk és hasonlóan is gondolkodunk a kerékpározásról. Viszont több férfi, több fiatal, több diplomás és több vidéki kerékpározik. Mindegyik lakossági csoportban 50% feletti a kerékpározók aránya. A budapesti felnőttek 57%-a szokott kerékpározni, 21%-uk rendszeresen. A kormánypárti szavazók rendszeresebben bicikliznek az ellenzékieknél. Kisvárosokban és falvakban minden korosztály, Budapesten inkább a fiatalabb felnőttek kerékpároznak. Kevesen kombinálják a biciklit tömegközlekedéssel, és ők sem elégedettek a kerékpártárolókkal. Pedig így többen szállhatnának ki a kocsiból, ezzel csökkentve a dugókat. Legtöbben a testmozgás öröméért, az egészséges életmódért ülnek biciklire, illetve élvezik a szabadságot, rugalmasságot is. Harmadik legfőbb indok a bringa mellett, hogy így védhetik a környezetet. Főleg Budapesten félősebbek lettek a kerékpározók, és tesznek inkább kerülőt, hogy bringa úton vagy sávon tekerhessenek. A magyarok többsége szívesebben kerékpározna, ha javulnának a feltételei. A felnőttek csupán 21%-a zárkózik el a kerékpározástól. Főleg Budapesten ültek többen biciklire, hogy elkerüljék a koronavírust, de a vidék sem maradt ki a trendből. A kerékpározók legjobban a közvilágítással elégedettek, legkevésbé az útminőséggel. Az autóforgalom, a sofőrök viselkedése és a biciklitárolók hiánya tartja vissza leginkább a magyarokat a biciklizéstől. Budapesten a bringázható hidakat és a belvárosba vezető utakat hiányolják. A többség támogatja, hogy több pénzt költsenek a kerékpározásra. Több mint 60% annak is örülne, ha pénzügyileg is segítenék a munkába bringázást. A biciklis büdzsé bővítését a lakosság minden csoportja támogatja. A biciklis munkába járás támogatása is egyöntetűen népszerű. A többség szerint jobb ma kerékpározni, mint 10 éve. Az autóvezetők előzési oldaltávolságában is javulást mértünk, de lenne még tennivaló. A településen belül minimum 1, településen kívül 1,5 méter előzési oldaltávolság bevezetését a lakosság kétharmada támogatja. A forgalom csillapítás is népszerű. 3-szor annyian terelnék el az átmenő autóforgalmat a lakóövezetből, mint ahányan nem. 3/4-es támogatottság övezi a gyalogosok elsőbségének egyértelműbbé tételét a zebrán. Az ország felnőtt lakosságára reprezentatív, 3000 fős kutatást az Aktív Magyarország támogatásával a Magyar Kerékpáros Klub megbízásából a Medián készítette.